Kárpály Ferenc vagyok, baleseti sebész és ortopédorvos. BMM-en belül felnőtt ortopédiai esetekkel és gyermekkori problémákkal, funkcionális és anatómiai problémákkal egyaránt foglalkozom. Az iskolás és óvodáskorú gyermekek megjelenése két ok miatt szokott történni. Egyrészt iskolában vagy óvodában különféle szűrővizsgálatokon derülnek ki funkcionális vagy anatómiai eltérések, ami további vizsgálatot, további diagnosztikát igényel, illetve a szülők szokták még észlelni azt, hogy a gyereknél valamiféle anatómiai vagy egyéb jól látható eltérés alakult, és ezért keresnek minket meg rendeléseinken. Javarészt iskolás és óvodáskorú gyermekek szoktak itt megfordulni. Mi szűrővizsgálatokat végzünk, és egyben a különféle panaszokra megoldást próbálunk kínálni. A leggyakoribb mozgásszervi panaszok, amik a rendeléseinken megfordulnak, azok általában gerinc panaszok szoktak lenni. A gerincnek az anatómiai és funkcionális eltérései, de nagyon nagy számban jelennek meg iskolás és óvodáskorú gyermekek különféle lábpanaszokkal, amiknek a kiváltóka javarészt a hosszboltozat fejletlensége, köznyelven bokasüllyedés vagy úttalp deformitás. Az utóbbi években ennek is a kezelése jelentős változáson esett át, illetve ennek az anatómiai eltérésnek a szemlélete a segédeszközök használata irányából sokkal inkább a funkcionális megközelítés felé tolódott át. Még korábban rögtön úttal betétekkel kezelték ezeket a lábdeformitásokat, most már inkább különféle lábtornák irányába próbáljuk eltolni a szemléletet. Ugyancsak gyakori probléma szokott lenni, főleg serdülőkorú gyerekeknél a különféle tért panaszoknak a kialakulása, ami több okra is visszavezethető. Itt kihangsúlyoznám, hogy ezen a téren is fontos etiológiai szerepet játszik a mozgásszegény életmód, valamint az, hogy a gyerekek sokkal inkább a virtuális irányba próbálnak eltolódni, és egyre kevesebb a testmozgás, ami még néhány évtizeddel ezelőtt teljesen általános és elterjedt dolog volt iskolások körében. Gerincdeformitások mellett sok esetben társuló betegségként megfigyelhető a különféle mellkas deformitásoknak is a megjelenése. Itt is nagyon fontos szerepet kap az, hogy még idejében észlelje az ember ezeket az eltéréseket, és itt fontos szerepe lenne az iskolában és óvodákban végzett megfelelő szűrővizsgálatoknak, ahol minél hamarabb további szakorvosi vizsgálatokra tudnák irányítani a betegeket. Mert ezek a mellkas deformitások is elég nagy százalékban hatékonyan kezelhetők. Mindezeknek alapfeltétele az, hogy korai stádiumban kerüljön felismerésre a deformitás, mert különféle kombinált légző és gerinctornákkal ezeket is jó hatékonysággal lehet, ha nem is teljes egészében meggyógyítani, de elég nagy mértékben korrigálni. A gyermekortopédiai vizsgálaton megjelenő gyerekeknél első körben egy fizikális vizsgálat történik, aminél a különböző mozgásszervi problémákat próbáljuk föltérképezni, legyen az a szülő által említett probléma, vagy esetleg egy fel nem fedezett eltérés, amire ez idáig senki nem figyelt fel. Megnézzük a nagy ízületeknek a mozgásait, csípőízület, térdízület, vállízületeknek a mozgástartománya. Rutinszerűen meg szoktuk nézni az esetlegesen fennálló gerincdeformitásokat, mellkasdeformitásokat, a nagyízületi tengelyeket, továbbá a láb boltozatainak fejlettségét. Amennyiben további vizsgálatok szükségesek, így azt meg tudjuk szervezni házon belül,
legyen az röntgenvizsgálat vagy ultrahangvizsgálat, illetve hogyha éppen szükséges, akkor további pontosító diagnosztikát is tudunk a betegek részére biztosítani, így CT vagy MRI vizsgálatot.